Napjainkra már majdnem mindennek van ünnepe. Anyák napja, állatok világnapja, madarak és fák napja, így természetesen a gyermeknap sem maradhat ki a felsorolásból. De kevesen tudják, honnan ered és mi az apropója. A Nemzetközi Gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, általában június 1-én. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a Genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben. A gyermeknap a világ más országaiban is ünnepnap. Magyarországon 1931-től ünneplik, amikor még gyermekhétnek hívták. 1950 óta viszont már csak egynapos, amit május utolsó vasárnapján tartanak. Célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére. Hazánkban is ezt a jeles napot gazdag programok jellemzik, ahol a fókuszban leggyakrabban a kisgyerekek állnak. Ez a nap a gyerekekről szól. Egy üzenettel kezdődött a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nem szokványos gyermeknapi rendezvénye is, amelyre egyaránt vártak családokat, kicsiket és nagyokat. Te mit üzennél? Írj egy üzenetet barátodnak, ismerősödnek. Szólt a település felfedező játék első feladata a Közösségi Ház főbejáratánál. Megérkeztek az első fecskék, elkezdődött a rajzolás, és az üzenetek szépen gyűltek a nagy kék üzenőládában. A település 5 különböző helyszínét kellett felkeresni a játékosoknak. Ezekhez kérdések kapcsolódtak, amit a kapott menetlevélben lehetett rögzíteni. Ki gyalogosan, ki kerékpárral, ki rollerrel érkezett az első állomásra, ahonnan tovább folytatta útját a jelzett helyszínek felé. A második állomás a Malom emlékhely felkeresése volt. A felállított vízkerék a hajdan volt péti malmoknak kíván emléket állítani. Mellette egy régi malomkő, rajta egy tábla, az utolsó tulajdonosra és malmára emlékeztet. Itt a tulajdonos neve volt a feladat. A harmadik állomás az egykori fürdő melletti emlékhelyhez vezetett. A fürdőszálló helyét márványtábla jelöli a volt strand előtti kisligetben. Vajon kié lehetett? Aki a borostyánok között keresgélt, erre is rábukkanhatott. A táblától kicsit fentebb áll a 0 kilométer kő. A kő 4 oldalán más-más évszám, felirat olvasható, ami Pétfürdő történetéhez kapcsolódik. Ezeket kellett összegyűjteni és leírni a menetlevél 4. állomás helyéhez. A kilométerkőtől kis sétával megérkeztünk az 5. állomásként jelölt Pétfürdői csónakázó tóhoz és hídhoz, amely a budapesti Szabadsághíd mintájára készült el. A szerelmes párok lakatokat helyeztek el a híd elemeire. Mennyit is? Ezt számolgatták a gyerekek és felnőttek, mert a híd minden zugát alaposan végig kellett kutatni a megoldáshoz.
egy üzenettel kezdődött, és egy emlékjellel fejeződött be a kaland a Közösségi Ház és Könyvtár főbejáratánál. Ismét előkerültek a színesek, ceruzák, tollak, és ezek nyomán szebbnél szebb rajzok készültek a főbejárat kis ablakkazettáiba, megörökítve a gyermeknapi élményeket. Azok a résztvevők, akik május 30-án, vasárnap 10 és 16 óra között játszottak, a Flamingó cukrászda jóvoltából két gombócos fagyi egyet válthattak be.